A págiszos diákok az iskola legnagyobb előadó termében gyűltek össze, hogy meghallgassák a részletes tájékoztatót arról, hogyan lehet valaki tűzoltó. A Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az elmúlt héten pályaorientációs tájékoztatót tartott több középiskolában a megyében. Ezek a tájékoztatók Csornán, illetve Sopronban zajlottak Győrön kívül. Jelenleg vagyunk a 6. helyszínen a Pattantyús középiskolában. A győri igazgatóság humán szolgálatának munkatársai mintegy 400 diákot tájékoztattak arról a lehetőségről, hogy tulajdonképpen hogy lehet tűzoltó, a felvételi eljárás menetéről. A katasztrófavédelmi igazgatóság minden évben tart pályaorientációs foglalkozásokat, hogy a gyerekek megismerjék ezt a fajta képzést. Minden évben két tűzoltó, kettő szakképző tanfolyamot indítunk, az egyiket szeptember hónapban, a másikat pedig február hónapban, és ehhez toborozunk jelentkezőket. A jelentkezés maga önkéntes alapon működik, 18. életévét betöltött, természetesen ugye fiúkról beszélünk, a felső korhatár még ugye el nem érők, ebben probléma nincs, állandó belföldi lakhelyen rendelkező magyar állampolgárok, akik legalább érettségivel rendelkeznek, és ez nagyon fontos. A sajtószóvivő elmondta, bár a tűzoltó szakma vonzó a fiatalok körében, de nagyon szigorú fizikai és pszichikai vizsgálatokon kell megfelelniük a jelentkezőknek. A statisztikák szerint általában 50 diák közül csak 4-en 5-en alkalmasak tűzoltói szolgálatra.